elképesztő rémítő hangja volt, már maga az, hogy lezuhan. Hát én még életemben, én 54 éve lakok itt, de még ilyet nem tapasztaltam. Szabályosan megijedtem. Marika néni, akinek kérésére arcát nem mutatjuk, szemtanúja volt annak, hogy a szombati ítéletidőben a Nagy Árpádi Szent Mihály Arkangyal templom sisakjáról felkapta a szél a keresztet a tartójával együtt, és az a tetőszerkezetbe fúródott. Ő és a helyi sekrestyés rögtön szólt a plébánosnak, aki azonnal a helyszínre sietett. Telefonáltam a tűzoltóságnak, kijöttek, körülnéztek, fönt kikötözték a keresztnek az alját, hogy se le, se föl ne tudjon megmozdulni, és elkerítették itt az oldalsó részt, mert cserepek is esnek le, hogy ne lépjenek oda az emberek. Fölvették a kárt, és akkor ma sikerült egy autót szereznem, egy darus autót, ami majd ki fogja emelni a tetőből a keresztet. Közben megérkeztek az ácsok is, akik belülről biztosították a több mint egymása súlyú keresztet, és daru segítségével emelték ki azt a tetőszerkezetből. A kár jelentős, több millió forintot tesz ki. A tető helyrehozása után a sisakot vissza kell bontani, újra felépíteni, és majd aztán kerül rá újra a kereszt. Hogy az eddigit vissza lehet-e majd helyezni, vagy egy új díszíti a templomot ezentúl, még nem tudni. A szakrális jelkép megvizsgálása után ezt a szakemberek döntik majd el.